2011. májusában az Intéza Bank megindította a Hely, amit szeretünk elnevezésű projektumát, melynek célja műemlékvédelem. Ennek része a belgrádi kapu felújítása, amit a Szerbiai Művelődési Minisztérium, a Vajdasági Nagyberuházási Alap, Újvidékváros és az Intéza Bank közösen valósít meg. A belgrádi kapunak teljesen világos szimbolikája van Újvidék szempontjából. Az első világháború alatt a szerb hadseregnek a várost felszabadító bejövetelét jelöli, vagyis a szabadság megérkezését városunkba. Az egykor tündöklő műemlékeknek a megóvása és felújítása fontos feladat. Sajnos nem teszünk eleget annak érdekében, hogy a következő generációk számára is megőrizzük őket. Számos csodálatos épület és emlékmű van a belgrádi kapun kívül is, melyekre a polgárok a szavazás során felhívták a figyelmünket. Ezek szintén felújításra szorulnak. Az, hogy egy pénzügyi intézmény felismerte, hogy a történelmi örökség megőrzése mennyire nagy jelentőségű a szerb kultúra szempontjából, bátorítóan hat, és arra enged következtetni, hogy szép jövő áll előttünk. A 2012-es évet egy szép egyezmény aláírásával zárjuk. Ez azért is jelentős, mert a jelenlegi gazdasági válság idején, amikor egyenként nem lennénk képesek bizonyos célok elérésére, együttes erővel, összefogással meg tudjuk valósítani őket. A belgrádi kapu restaurációjával nem ér véget a projektum, hiszen a felek a jövőben is folytatják az ezirányú együttműködést.